Az élet egyik leggyakoribb ritmusa a légzés, ami a testünk minden sejtjét tápláló oxigénről gondoskodik. És amikor a légzésről van szó, akkor a tüdőre gondolunk főként, noha a tüdők a légzés folyamatának csak az előszobái. A sejtekig a levegő nem jut el, a tüdőből a vér viszi el az oxigént a sejtekhez. De mi történik, ha ez a mindennél fontosabb oxigénellátás meghiúsul? Ma a vérszegénység néma, de világszerte elterjedt világába nézünk bele. Kezdjük is, miután köszönetet mondok az Ormos Intézetnek, hogy támogatja a csatornát. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőség pedig a videó alatti leírásban mindig megtalálható. Vérszegénység. Ez egy összetett kórkép, de a fogalom egyszerű. Vérszegénység akkor fordul elő, ha a szervezetben nincs elég vörösvérsejt, vagy ha ezekben a vörösvértestekben nincs elég hemoglobin. Valójában a hemoglobin szállítja az oxigént. A hiánya miatt a szervezet oxigén hiányos állapotba kerül. A vérszegénységnek számos típusa létezik, mindnek más a kiváltó oka, mások a tünetei, és a kezelés is ezektől függ. Az állapot innen válik bonyolultá ennek megértéséhez az egyes típusokat egy kicsit közelebbről kell megvizsgálni. Kezdjük a leggyakoribb típussal, a vashiányos anémiával, azaz vérszegénységgel. Ez a típus önmagában elképesztően nagy számú, mint egy másfél milliárd embert érint a világon. Ez csak nem minden negyedik embert érint, és akkor fordul elő, amikor a szervezetben nincs elegendő vas, a hemoglobin előállításához. Felmerülhet a kérdés, hogy miért fogy el a szervezetben a vas? Jó kérdés, több tényező is közrejátszik ebben, mint például a nem megfelelő mennyiségű vas az étrendben, vagy a vas felszívódásának képtelensége, vagy épp a vérveszteség. Ez a helyzet nagyon gyakran megfigyelhet olyan embereknél, akik szigorú vegetáriánus vagy vegán étrendet követnek, mivel a növény eredetű vas nem úgy szívódik fel, mint az állat eredetű vas. A rossz vasfelszívódás önmagában is előfordul. A szervezet a nyombélben szívja fel a vasat. Ha olyan állapota van, mint a cöliákia, vagy a krombetegség, vagy ha gyomor bérrendszeri műtéten esett át valaki, előfordulhat, hogy a szervezete nem szívja fel hatékonyan a vasat, ami hiányhoz vezet. Ezen kívül bizonyos anyagok, például a kávé, tea, Kálciumkiegészítők fogyasztása gátolhatja a vas felszívódását. Megnövekedett vas szükséglet is előfordul. Bizonyos életszakaszok és körülmények megnövelik a szervezet vas igényét. A menstruáció miatt nőknél sokkal gyakoribb az anémia, tehát vérszegénység, mint a férfiakban. Terhesség alatt a szervezetnek jóval több vasra van szüksége a fejlődő magzat támogatásához ha a megnövekedett szükségletet nem elégítik ki fokozott bevitellel, az hiányhoz vezet. Ehhez hozzá tartozik még a folsav és a B12 pótlása is terhesség alatt. Mit tehetünk a vashiányos vérszegénység megelőzése vagy javítása érdekében? Nos, a vasban gazdag élelmiszerek étrendbe való felvétele jótékony módja lehet a vashiányos vérszegénység megelőzésének vagy kezelésének. A vas állat és növényi eredetű forrásokból egyaránt beszerezhető. Fontos megjegyezni, az állat vasat, más néven hem könnyebben szívve fel a szervezet, ezt az imént már mondtam, szemben, hogy a növény eredetű vassal, ami nem hem ismert. Hát ugye az állat források, ezek a vöröshúsok, marha, bárány, vathús, ezek különösen gazdagok vasban, de van a csirkében, a pulykában, kacsában is, már nem annyi, mint a vöröshúsban. Bizonyos halfajták, például tonhal, makréla, valamint kagylók kiváló vasforrások szintén. A máj, a vese, a szív és más belsőségek magas vastartalmúak. Most a növényi források a következők, ez egy a nem hem vas szól. Hüvelyesek, például lencse, borsó, szójabab, egyéb babok, vesebab, ezek mind jó vasforrások. Spenót, kelkáposzta úgy szintén, diófélék, magvak, kesudió, napraforgó mag, tök mag, viszonylag magas vastartalmú. Na de lépjünk tovább. A vérvesztés szintén oka lehet az anémiának, azaz vérszegénységnek, mivel a vas a vörösvértestek egyik fő összetevője. Minden olyan helyzet, amely vérveszteséggel jár, vashiányhoz vezet. Ez magában foglalhatja bővebb menstruációt, a rendszeres véradást, gyakori orvézést vagy a gyomor bérrendszeri vérzéseket okozó állapotokat, mint például a gyomorfeké, vagy nyombélfeké, az aranyér, vagy a vastagbérák, polipok. Tehát amikor vérvesztésről van a szó, nem elsősorban az akut sérülésből eredő vérzésre gondolunk, hanem a kicsit és lassan, de folyamatosan történő vérzésekre. Bizonyos krónikus betegségek, például a vesebetegség vagy a szívelégtelenség is vérszegénységhez vezethetnek, ahol a vas ugyan jelen van, de a szervezet nem tudja azt hatékonyan felhasználni. Ilyen esetben az orvos javasolhat vas kiegészítőket, vagy akár intravénás vas terápiát, de ezek csak igen extrém esetekben jönnek szóba. Akut vérvesztés, például sérülés miatt gyorsan kimerítheti a szervezet vasraktárait, ami vashiányos vérszegénységhez vezethet. Ezen esetek egy részével akár vérátömlesztésre is szükség lehet. Vannak aztán a vérszegénység genetikai változatai, például a sarló sejtes vérszegénység. Itt a vörös vértestek nem kerekformájúak és rugalmasak, hanem sarló alakúak és törékenyek, eltömíthetik az ereket, és ezáltal oxigénhiányt okoznak a szervezet szöveteiben. A vérszegénység ezen formája jelentős az afrikai származásúaknál, és ez egy krónikus állapot, amely egész életen át tartó kezelést igényel, gyakran gyógyszert. Fájdalomcsillapítást, vérátömlesztést, és bizonyos súlyos esetekben akár csontvelő transplantációt is. A következő csoport a vitaminhiányos hiányos vérszegénységek. Ezek akkor fordulnak elő az étrendből, hogy hiányoznak az olyan alapvető vitaminok, mint a B12 vagy a folsav, amelyek a szervezetnek szüksége van a vörös vértestek előállításához a zöldségek, gyümölcsök, tojás, soványhúsok segíthetnek megelőzni ezt a hiányt, de néha nem arról van szó, hogy nem fogyasztunk ez eleget ezekből, a vitaminokból, hanem arról van szó, hogy nem tudjuk megfelelően felszívni őket. Például a vészes vérszegénység egy jó példa erre, amikor a szervezet nem tudja felvenni normális módon a B12-t, ami vérszegénységhez vezet. Ezt aztán injekciós kezeléssel kell pótolni. Vannak a Kronikus betegségből eredő vérszegénységek is. Na most ez nagyon lényeges, mert ezek gyakran előjelzői lehetnek a kiváltó bajoknak. Ugye ez a, ez a vérszegénység típus valamilyen általában súlyos betegség, például rák vagy HIV, reumás ízületi gyulladás mellett jelentkezik. Itt a szervezetben van elegendő vas, de nem tudja megfelelően felhasználni a hemoglobin előállítására szervezett. Sajnos a vérszegénység gyakran addig marad felismerés nélkül, amíg súlyossá nem válik. A szokásosnál ugye kicsit fáradtabbnak érezheti magát a beteg, hamar kifulladhat, ugye észrevesz, hogy a bőre sápatag. Ezért nagyon fontos a rendszeres egészségügyi ellenőrzés, ugye a korai felismerés és kezelés szempontjából. És ez nem csak a, a tünetek enyhítéséről szól. De mire kell odafigyelni? A vérszegénység tünetei típustól és súlyoságtól függően változnak, de általában a fáradtság, gyengeség, sápadből, szapora, szabálytalan szívverés, légszomj, szédülés és gondolkodási kognitív problémák jelentkezhetnek. Igen, egyszerű megérteni, hogy miért van ez. Minden oda vezethető vissza, hogy a sejtek nem kapnak elegendő oxigént. Ugye a szervezet ezt érzékeli, és tenni próbál ellene. Ez okozza a tüneteket. Az oxigén hiány egyértelmű következmény, hogy a fáradtság gyengeség. A tüdők megpróbálnak több levegőhöz jutni, hát ha az a baj, és ezt légszomként érezzük, ugye, próbál még több levegőt venni a, a tüdő, aztán ugye ez a kevesebb oxigén végül is szédüléshez vezet, ez hasonló az például, amikor valaki eláll, ha sűrű a levegő egy zsúfolt helyen, és nem jut elég oxigénhez. De hiába a liheg a beteg, mert nem a bejutó levegő oxigénje a gond, hanem a szállító rendszer oxigénkötő képessége. A megpróbál több vért juttatni a szövetekhez, felpörgeti a keringést, hogy a szapora és szabálytalan szívverés lesz ennek a következménye. Mivel ettől nem jön több oxigén, mert nem ez a valós probléma, a szív se jut elég oxigénhez, hogy a fokozott munka során, tehát a szív is kimerül. Ha sokáig tart ez az állapot, akár szív elégtelenség is lehet a vége. Mit lehet látni a labor eredményekben? A laboratóriumi leletek általában egy teljes vérképet foglalnak magukban, amely a normálistól alacsonyabb vörösvértest vagy hemoglobin szintet mutat. Az egyéb tesztek közé tartozott a vérlemezkék száma, a vasvizsgálatok, b 12 és a forsav szintjének meghatározása van, de esetleg sem valamifajta speciális tesztek. A tünetek a laborral együtt elég egyértelmű képet adnak. Fontos tehát, hogyha valaki a korábban elmondott tüneteket észleli, járjon utána. Ne fogja rá, hogy jön a front, meg nagy a hőség. Ezek rontanak a helyzeten, de inkább a figyelmet hívják fel. Ahogy említettem, a vérszegénység jelezhet súlyos, krónikus betegségeket. Mivel viszonylag egyszerű felismerni például a laborral és a tünetek alapján, figyeljünk oda magunkra, és tünetek, gyanú esetén, mondjuk el a körorvosnak. Akár kiderülhet úgynevezett okkult vérzés, ami azt jelenti, hogy szemmel nem látható mikrovérzések vannak valahol a szervezetben, melyek folyamatosan fogyasztják a hemoglobint. Ezek is krónikus betegségekre utalhatnak, akár fekére, nem okvetlenül rákos folyamat ezek mögött. Nos... Hát ennyit mára. Mindenkinek jó egészséget és jó éjszakát kívánok.